Az utolsó öltés Bűbájos küsmödi minden kincséért el nem mozdultam volna édesapám mellől addig, míg a ködmön készült. Persze nem a ködmönre voltam kíváncsi, hanem a tündérre. Soha sem láttam még tündért, noha sokat hallottam róla, és sehogy se tudtam elképzelni, hogy költözik az majd bele a ködmönbe. Nem adtam volna egy fészekalja verép tojásért, ha messzi gyurkát kivallathatom a dolog felül, de hát a csodakönmönről nem volt szabad beszélnem. Itt csak azt tudakoltam meg tőle nagy óvatosan, hogy látott te már tündért igazában. A nagy tudományú ember nagyon megsértődött erre a kérdésre. Hát hogy ne láttam volna? mondta mérgesen. Egyszer láttam egész közelről, de akkor se az volt. Mert a tündér olyan szerzett, hogy mikor már színről színre látja az ember, akkor már nem tündér, hanem köd a vizen. Vagy Szent János bogára fűben, vagy citer a szó a jegenyefa hegyiben. Ettől hát nem igen lettem okosabb. Szülémet is kérdeztem egyszer, mikor a padlást tisztogattuk, és szülém, az ölébe vonva, lekuporodott a nagy gerendára és elkezdett halkan beszélni. Tudod, fiacskám, én akkor láttam legtöbbet a tündéreket, mikor te még egészen kicsike voltál, és a sütőteknőben ringattalak. És százszor is eldanultam neked egyfolytában a Júlia szép leány nótáját. Olyankor még az egérjukból is tündérkék táncoltak elő, és a pókfonalakon is azok hintáztak lengedeztek, rengedeztek mindenfelé. És mind bekukkintott a kendőcske alá, amit az arcocskádra terítettem, hogy a legyek ne bántsanak. Azóta persze nem láttam annyi tündért, de azért még most is sokszor megképzenek előttem. Tudod, mikor az ember a kolduskákat megszánja, akkor is mindig fölcsillan előtte valami fényesség. Azt bizonyosan a tündérek csinálják. Azt se felejtem el sose, hogy mikor egyszer aratáskor egy éhes, szomjas, anyja vesztett fürjfiókot megitattam a számból, hogy ringott az egész búzamező a tündérek lába alatt. Ez már értelmesebb beszéd volt, mint a kukoricapásztor barátomé, s elhatároztam, hogy megpróbálok én is tündért látni, mielőtt ködmön tulajdonos válnék belőlem. Először az öreg báró cigányjal tettem próbát, aki koldusabb volt akármilyen kolduskánál, s minden nap ott csoszogott el házunk előtt. Körülnéztem az udvaron, találtam egy rozsdás patkó darabot, s azzal kiálltam az árok szélére báró cigányt lesni. Nem sokára jött is az öreg a mezők felül, egy sovány malackát vezetett kötélen. Báró bácsi! Báró bácsi! kurjantottam neki barátságosan. Báró bácsi szemmel láthatólag megrezzent, s körülnézett, mintha ürgejukat keresne, amibe belesüllyedjen. De ahogy rám ismert, megbátorodott, s lekapva a karimátlan kalapját oda billegett elé. Jaj, esem a sádat, gergőkém, de rá estettél. Ast hittem, rám estettél, azt hittem, az ábel pandur tátográm, annak van ilyen sép, csirkesi, vításos hangja, mint te neked. Pedig olyan ártatlan vagyok ebben a malacskában, mint a sületett bárány. Tudod, nem látok már jól ezzel a zsörek sememmel, ostán beleakadt a lábam ebbe a kötélbe, fölvesem, húzom magam után, hát csak most vesem ésre, hogy ez a malacska van a végén. Na de már most mindegy nem kergethetem vissza világgá a kis ártatlant. Nem igaz, ifjú árgyérus királyfi. Báró bácsi, vágtam a beszédjébe, én megszántam magát. Megsántál. Igazán, megsántál. Nyújtotta felém a tenyerét. Hát, aztán, mivel sántad meg a becsületes báró bácsit, aranyos gergőkém? Ezzel-e? nyújtottam felé a patkó darabot, s kerekre nyitottam a szemem, hogy mind beleférjen a tündérek rajogása. De csak a karimátlan kalap csattant nagyot a hátamon, s a báró bácsi haragos szeme villanását láttam. Hogy a varnyú mondja csecsebogyónak a semedet, hát azt hised, hogy minden koldus gyerek csúfot űshet egy báró cigányból? De ezt már csak félfüllel hallottam, mert igen igyekeztem belül kerülni a kisajtón, és nem várni be a tündérek sereglését. Na, majd a fűfiókkal több szerencsém lesz, gondoltam magamban, s váltig kerestem a megitatni való fürfiókot a búzamezőn. Mindössze egyet láttam, az is űrge fiók volt, s esze ágában sem volt neki megállni. Ahogy egy kicsit eltikkadva hazaértem, egyszerre csak rám kiabál a kamra ajtóból a szülém öreg pulykája. Rudrud, -rud, rud, 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 rud. Nini, ötlött eszembe, hiszen nem csak a fiókot itathatja meg a szájából az ember, hanem a pulykát is. Azzal szaladok a kuthoz, televeszem a számat a vödörből vízzel, nyalábra kapom a pulykát, húzom felém a bibircsókos kopasz fejét, a pulyka meg húzza vissza mérgesen, és kiabál veszettül. Rudrud, 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 rudd rud. Lehet, hogy ez olyasmit jelentett pulykául, erre szelte bolondos gyerek nem vagyok én szomjas, ha már mindenáról jót akarsz tenni, inkább egy marék cserebogárral csemegésztes meg. De nekem ugyan mondhatott szegény pulyka, amit akart, csak egyre nyújtogattam felé a számat. A vége persze az lett, hogy az öreg pulyka madár neki dühödött, nagyot koppantott a vastag csőrével a homlokomra, s ahogy eljajdítottam magam, föltaszított, Rámugrott, s úgy meggázolt, hogy még ma is sajok, ha rá gondolok. Még szerencse, hogy édesapám az ablakon keresztül meglátta a viadalt, és segítségemre sietett. No, mondta nevetve. Most már látom, hogy te belőled huszárnak kell lenni, ha katona sorba kerülsz. Miért huszárnak? törölgettem a könnyemet. Mert lovon könnyebben elszaladhatsz az ellenség elől. Elsírtam, ríttam aztán, hogy jó szándékom volt nekem a pulykával, azért akartam megitatni, hogy lássam a tündéreket. Ó, te bohóka! csóválta meg apám a fejét. Hiszen a tündérek a szívében laknak az embernek, s onnan röpködnek ki, ha kedvük tartja. Ettől fogva aztán mindig ott ültem a műhelyszégen az édesapám lábánál, és egyre lestem, hogy mikor röpködnek már a tündére majd az utolsó öltésnél, biztatott az édesapám. De az utolsó öltés még nagyon messze levőnek látszott. Még szerteszéjel hevertek a göndör sejemszőrű báránybőröcskék, melyekből a kincskereső gúnyának készülni kellett. Minden villanását láttam a görbe szűcskésnek, mely egybe szabdalta őket, s íróasztalon fiókjában ma is megvan még azon fényesen a nagy szűcstűk, Mely hetekig bújdokolt köztük, hol elveszve, hol felcsillanva, mint egy játékos napsugár. Magam törtem és áztattam a bársonyos diófagombát, melyel aranybarnára festettük a fehér bőröket, míg szülém a színes írhák legszebbjeit válogatta össze. A varázshüvek, amiket én szedegettem össze erdőn, mezőn, finom sejemszállal kivarva, mind rákerültek a ködmönkére a legszebbre, amely Márton szűcs műhelyében valaha készült. Volt rajta kökörcsin és varádicskóró, pipacs és búzavirág, és az alját sárga peremérvirág szekte ami szegényes kertünk egyetlen ékessége, az apám legkedvesebb virága. Sokat nézegetett rá kedvtelve az ablakból. Látod, fiam, ez a szegény ember virága, igazi tűröm virág. Egyformán eltűr esőt, napot, hideget, meleget, mindig mosolyog, soha nem kényeskedik. Utoljára rákerült a ködmönre az öreg malomház is a félre csapott süvegével. Ez azért van, hogy akár merre jársz, kelsz a világban, mindig a szülőházadban melegedj, nézett rám apám a sugárzó barna szemével, amelyből úgy áradta meleg, mint a napvilágból hanem a ködmön tündér csak nem mutatkozott, akárhogy lestem. Pedig a hajnali csöndben sokat kikukucskáltam a homlokomra húzott paplan alól, de csak őket kettejüket láttam, amint a gyönge mécsfénynél szótlanul öltögettek a ködmönön. A lefoszlott sejemszőrök úszkáltak körülöttük a levegőben, a mécsfény beszivárványozta őket. Láthattam volna gondoktól barázdált, mégis szelid mosolyú fejük körül a glóriát. De én csak azt láttam akkor, hogy lassan készül a ködmön, amelynek el kell szakadni, hogy engem kincses nagy úrrá tegyen. Türelmetlenül kérdeztem, mi híja van még? Még csak a gombot kell megcsinálni, csitított apám. A gomb is a magunk termése volt. Az udvarunk eperfájának ágából faragta apám, és bevonta zöld szegővel. Ez lesz az utolsó öltés, mondta mosolyogva, Hívd be csak anyádat, ő hadd adja rád először. Anyám a kertben gyomlálgatott, lelkendezve hívtam be. Nem akartam elszalajtani a tündért, aki ott lebeghetett már valahol a műhelypad körül. Mindjárt gyermekem, szólt vissza szülém. Csak ez az egy-két száll csikófarok van még, ezt már nem hagyom itt. Inkább gyere te is lelkecskén, majd hamarabb kiszaggatjuk. Nem telt bele egy fohászkodásnyi idő, amikor összefogóckodva, nevetgélve beléptünk a szobába. – No, megvan-e már az utolsó öltés? – csacsogtam már a küszöbön. Az utolsó öltés már megvolt. De Márton szűcs, az már nem mondta meg. Szép nyugodtan ült a padon, feje egy kicsit jobb vállára billent, az ajkára egy kicsi sejem szállt tapadt, ahogy a fogával tépte el a cérnát az utolsó öltés után. Sikoltva térdepeltünk elé, és csókoltuk lecsüngő kezeit, melyekkel gyöngéden tartotta a térdeire leterített, teljesen kézködmönt. Jobb keze még mozdult egyet, a szeme, mintha rebbent volna még, s térdeiről a ködmön lecsúszott a vállamra. Az öreg titulász doktor, akiért engem szalajtott el édesanyám, most is levette a szemüvegét, úgy hajolt le apámra. Aztán megsimogatta a fejemet, és azt mondta. Szívszélhűdés. Akkor hallottam először ezt a szót. Nem értettem, mit tesz, de mégis megnyugodtam tőle. A tündérek a szívben laknak, azt mondta apám. Most az ő szívéből kiköltözött a tündér, és beleköltözött a ködmömbe. Ezt gondoltam magamban, és azt hittem, hogy ez nem is lehetett volna másképp.